A Gion Nándor szépirodalmi pályázatra az idén kevesebb, de letisztult és értékes munka érkezett. A zsűri a kolozsvári Böjte Pál Szombat este az Ecsedgyár utcában című novelláját minősítette a legjobbnak. Nincsen benne semmi rendkívüli dolog. Véleményem szerint azt értékelte a zsűri, hogy őszintén írtam. Tehát úgy érzeztem végig, amíg írom, hogy lelkemből írtam, és ebből kifolyólag őszintén írta. A legtöbb pályamű Szerbiából, Magyarországról és Romániából érkezett. Az alkotók leginkább a művelődési életben és a médiában dolgoznak, de vannak kivételek is. A zsűrit Végen László, Káigy Katalin és Bence Erika alkotta. A regénypályázatot a szabadkai Móra Regina nyerte meg, Peremlakók családtörténet a Marson című regényével. A zsűri szerint ez a regény különleges hangvételével igazi meglepetés volt idén. A legjobb műfordítónak a Norvégiában élő Ződi Erna bizonyult.